Sziasztok! A mai videóban teljes kiörlésű búzalisztből készítek kovászos kenyeret. Szeretek többféle lisztet használni, így lazább lesz a kenyér szerkezete. Egy tálba teszek 150 g kövönőrölt teljes kiörlésű búzalisztet, 40 g durvára őrölt teljes kiörlésű búzalisztet és 50 g teljes kiörlésű búzalisztet. 180 g vizet és összekeverem őket. Egy órát pihenni hagyom a lisztet a vízzel, azaz autolizálom. Egy óra pihenés után hozzáadok 60 g kovászt. Itt ez a kovász, ezt fogom most használni a kenyérsütéshez. Ez egy rost kovász, de van, hogy teljes kiörlésű lisztből készült kovászt teszek hozzá. És kenyérsütőben dagasztom 2 percig. Kenyérsütőben úgy szoktam dagasztani, hogy dagasztom 2 percig, majd 10 percig pihentetem, és utána újabb 2 percig dagasztom. 15 perc pihenés után pedig hozzáadok 6 g sót és 4 evőkanál magkeveréket. A magkeverékben van lenmag, szezámmag, tökmag és napraforgó, melyeket megpirítottam. Én házilag készítem a magkeveréket, és egyszerre nagyobb adagot is el szoktam készíteni, mivel elég sokáig eláll üvegben, és nagyon finom krémlevesekhez is hozzáadva. A tésztát 4 percig dagasztom, majd pedig beleteszem egy kiolajozott vagy kivizetett tálba, és egy picit hajtok rajta, majd pedig letakarom. A tésztám egy órát pihen, majd pedig újabb hajtás következik, és megint letakarom. Egy órát pihen, és megint hajtok rajta. Az én házam hideg, ritkán van 20 foknál melegebb, én azért szoktam óránként hajtogatni a tésztát. Ha neked melegebb a házad, nyugodtan hajthatod 30 percenként, 40 percenként is. Az utolsó hajtás egy gyengébb hajtás lesz, és ezt követően pihentetem a tésztát addig, amíg legalább 80-90%-ra meg nem nő a tészta térfogata. Tehát amikor a tésztám térfogata nőtt 80-90%-kal, akkor előformázom. Egy olajozott vagy vizedett nyújtódeszkára kiborítom a tésztát, kicsit megnyújtom, az egyik oldalát középre hajtom, majd ráhajtom a másik oldalt. Utána a harmadik és negyedik oldalt is. A tésztát kicsit megigazítom, átfordítom és gömbölyítem. Harminc percet pihen a tésztám, utána pedig megformázom. A szakajtómba rizslisztet teszek, a tésztát megszórom a rizslisztel, majd pedig átfordítom. Picit megnyújtom, a két oldalt egymásra hajtom, majd a széleket eligazgatom és lenyomkodom. A tésztát félbehajtom és szakajtóba teszem. A széleit szépen összenyomkodom, megszórom rizslisztel és letakarom. A tésztát fél órát a pulton hagyom, majd pedig 4-5 fokos hűtőbe fogom tenni 15 órára. A kenyeredet süthetett formázás után azonnal akár, de akkor is hagyd legalább kelni 1-2 órát a konyhapulton. Azért fontos, hogy a hűtő 4 vagy 5 fokos legyen, mert ott már nem tud túlkelni. 8-9 fokon könnyen túlkelhet. A tésztát bevágom körülbelül 1,5 cm mélyen, és beteszem előmelegített sütőbe sülni. A sütőmet 230 fokra melegítem elő, mivel csak ennyit bír. Ott sütöm 50 percet úgy, hogy 20 perc elteltével kicsit leveszem a fedőt, hogy kiengedjem a gőzt, és az utolsó 10 percet pedig fedő nélkül fog sülni a kenyér 210 fokon. Köszönöm, hogy velem tartottál! Bármi kérdésed van, tedd fel, nagyon szívesen válaszolok. További szép napot!